Libahúst ebben a nyíregyházi húsboltban sem lehet kapni. Az üzlettulajdonos azt mondja, kereslet lenne, de utoljára tavaly karácsonykor volt liba és kacsamája húspultjukban. Liba és kacsamája azóta semmilyen körülmények között rengeteg beszállítónk van, rengeteg kapcsolatunk van, és a mai napig nem lehetett hízottat kapni. A vásárlói igények a liba után ugyanúgy meglennének, mint előtte, tehát végső soron különböző készételekben, levesekben rengeteg, úgymond ez a típusú szárnyas is elmenne. A libahús szinte teljesen eltűnt a kereskedelmi forgalomból, mondta a kereskedő. Nagyon nehezen lehet beszerezni a szárnyas fajtát, kacsacombot azonban lehet kapni itt is, de kevés a mennyiség, mert lenne bő kereslet liba és kacsahúsra is. A madárinfluenza miatt csak Magyarországon 3,2 millió baromfit kellett leölni. A probléma mintegy 223 baromfitartó telepet érintett. Óriási a veszteség a baromfi ágazatban a vírusfertőzés miatt, ami tavaly Békés megyéből indult el. A közvetlen károk 7 milliárd forintra tehetők, a kormány a de minimis keretből azóta 1,5 milliárd forint kárpótlást nyújtott az érintett baromfitartóknak, de ez a telepenként 40-60 millió forintos támogatás kevés, mondta szerdai 35 perc című műsorunkban a Mastergut Kft. Ügyvezetője. Bárány László kiemelte, több megyében üresen állnak a farmok, és embereket is elbocsátottak a bevétel kiesés miatt. Lesznek olyan termelők, hogy 6-7 hónapig üresen fog állni a baromfi telepe. Akkor is fog villanyszámlát fizetni, ha fel se kapcsolja a villanyt. Alapdíjat kell fizetni villanyra, gázra, foglalkoztatni kell embereket, ha csak el nem küldi őket, tehát az állandó költségei legfeljebb a 4,5 milliós egyszeri de minimis összegből talán egy hónapra kifutja, de már a második, harmadik, ötödik hónapban nem lesz miből finanszírozni. Még nagyobb baj a vágófeldolgozó üzemeknél. Tudok olyan vágóüzemet, ahol eddig 250, a jövő héten további 120 embert bocsájtanak el. Itt ugyancsak de minimis forrásból, úgynevezett nagy de minimis, tehát 60 millió forint keretösszeg állna rendelkezés, ez körülbelül ilyen embertömegnek két heti munkabére. Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében a legrosszabb a helyzet, mondta el az ügyvezető. Kisvárdai cégét pedig még mindig az azóta is érvényben lévő baromfi import tilalom sújtja.